Fedezd fel a csendből fakadó, határtalan, szeretetteljes belső erőt. Éld meg a határtalan belső erő sors átalakító erejét. Valódi igaz boldogság a határtalan belső erő forrásából fakad, ami természetesen benned él. Mégis mi az, ami látszatra elválaszt a belső boldogság forrás, egység, önvaló, a természetes létállapot érzékelésétől? A gondolatokkal, érzésekkel, hiedelmekkel, elképzelésekkel való téves azonosulásokból fakadó, életről életre létrejövő, egységtől való elkülönült, személyes énként való önmeghatározás. Boldogság, teljesség, külvilágban való téves keresése, ezáltal létrejövő vágyakozás és veszteségtől való félelem, mintázatok s hajlamok kötőereje tartja fent látszatra a karma körforgását és az egységtől való látszat elkülönülés állapotát. Az a sok kép gondolat és érzés, amivel azonosítod magad, eltűnne, akkor csak a végtelen, itt és most az, ami maradna önmeghatározás nélkül. A valódi belső béke, boldogság, teljessége a végtelen most csendjében mindig jelen van. Ez az önvaló, az alapja mindennek, az egész létezésnek. Az önvaló nélkül még a látszat elkülönülés, a kettősség, a világi jó és rossz érzékelése és látásmódja, ebből fakadó ellenállás és feszültség állapota sem létezhetne. Egyetlen tiszta tudat önvaló az, ami él és létezik, és egyszerre megnyilvánul minden létező formán keresztül. Ez a tiszta tudat az egyetlen valódi én, benned is ott él. A csendben való elmélyedés által a rajtunk keresztül megnyilvánuló tiszta tudat minősége támogat abban, hogy ezt belül te is egyre mélyebben, áthatóbban felismerd. Felismerd a benned élő feltétel nélküli szeretetet, a létezés örömét, a bőséget, a teljességet, a mély belső békét, az alapját mindennek, az önvalót. A valódi én, a végtelen, határtalan belső szabadság felismerése, az én érzet valódi énben való egyre intenzívebb stabilizálódása szépen kibontakozó átalakító erővel bír. Kettősség érzékelése és látásmódja fokozatosan átalakul, és az egység érzékelése és látásmódja egyre tisztábban megnyilvánul. A korábbi tudatlan működés megértése, a felismerések és az egyre mélyülő valóság érzékelése által. Fokozatosan eltűnik az irányítás, birtoklás, szerzés, kötődés és függőség kényszere, az előző életekből jövő mintázatok és hajlamok kötőereje és az elkülönülésből, hiányból fakadó élettel szembeni elégedetlenség. Egyre inkább feltárulkozik az elcsendesedés és a mély belső elégedettség, ősbizalom, teljesség természetes állapota. Bármilyen élethelyzet is jelenik meg, egyre inkább érzed, hogy minden úgy jó, ahogy van. Magától megjelenik a belső lényedből fakadó valódi kapcsolódás mindenkihez és mindenhez. Felismered az időtlenségből fakadó örök élet állandóságát, a tiszta jelenlétként való létezést, ami a forma, vagyis a test nélkül is él,
és létezik. Hit és bizalom a végtelen szeretetteljes erőben, a tiszta tudathoz, önvalóhoz, Istenhez való őszinte odafordulás elég, hogy a csendben való elmélyedés által egyre jobban felismerd a mindig jelenlévő valóságot, időtlen szeretetet, boldogságot. A valódi én felismerése a spirituális keresés vége, a világi életbe megtapasztalásokba belemerült tudatosság felismeri egyetlen valódi igaz otthonát, a végtelen, határtalanság általi ősbiztonság, ősoltalom állandóságát. A figyelem e végtelen tiszta minőségben való feloldódása a valódi teljesség állapota. Innen megnyilvánuló világ megtelik időtlen szeretettel és kegyelemmel. Megtelik elfogadással és békével, tiszta szolgálattal, hiszen minden szolgál, minden az életet, a szeretetet, a nagy egészet szolgálja. Ha hívást érzel, éld meg, tapasztald meg a szavakon túli örök csendből fakadó, egység minden magában foglaló tiszta minőségét.